A múltban az Európai Unió minden országának külön pénzneme volt. Jelenleg az Unió 19 országában azonos pénznemben, euróban fizetnek. 338 millió európai lakost erősít az egységes fizetőeszköz, az euró. De ki vigyáz az euróra? Az Európai Központi Bank az euróövezeti országok központi bankjaival közösen. Ők bocsátják ki ugyanis az euróbankjegyeket. Az Európai Központi Bank székhelye egy németországi városban, Frankfurtban van. Minden országnak van saját nemzeti központi bankja, rendszerint a fővárosban. Minden bankjegy előoldalán ablak vagy kapubejárat található, a hátoldalát pedig híd díszíti. Van köztük régi és modern egyaránt. Mivel a bankjegyek értékesek, a bűnözők megpróbálják hamisítani őket. Szerencsére könnyen meggyőződhetünk róla, hogy egy bankjegy valódi-e. Elég, ha egyszerűen megtapintjuk, szemügyre vesszük, és megmozgatjuk. Ugye nem is olyan nehéz ellenőrizni a bankjegyeket. Most pedig térjünk át az érmékre. Az úgynevezett európai hátlapon a kontinens térképe látható. A másik oldal a nemzeti előlap egy híres szemét, épületet vagy jelképet ábrázol. Most, hogy okosabbak lettetek, részt vehettek az eurófutamon. Minél jobban ismeritek az eurót, annál több pontot szerezhettek. Az új kötőjel eurobankjegyek.eu oldalon játszhattok online. Az euró, a mi pénzünk.